Sziasztok, és üdv újra itt a csatornámon. Január 5-e van, végre véget ért az ünnepi szezon. Ez a hálaadás, karácsony, szilveszteri időszak nagyon kiszívta mind a férjem és mind az én energiámat. Most mind a ketten egy pár nap szabadságon vagyunk, így úgy döntöttünk, hogy kirándulunk egy kicsit. Mivel nagyon meleg van most, nagyon jó idő van, lejöttünk Port Aransasre, valamint tervben van az is, hogy szintúgy még a mai napon elmegyünk Corpus Christire is, szétnézünk egy kicsit. Amennyiben érdekel benneteket a mai napunk, tartsatok velem! Épp a kompra próbálunk felférni, amely átvisz minket a szárazföldről a Mustang Islandre. Port Aransasről már a tavalyi év folyamán készítettem nektek egy videót, amennyiben azt még nem láttátok, azt ide fentre belinkelem, és meg tudjátok nézni. Ahhoz képest egyébként, hogy szerda van ma, már vége az iskolai szünetnek is, nagyon sokan várnak a kompra. Bár megmondom őszintén, hogy mikor legutoljára itt jártunk tavaly nyáron, akkor a benzinkúton az egyik eladó az mondta nekünk, hogy a sziget nagyon népszerű lett, rengetegen költöznek ide, nagyon sok építkezés van. Nagyjából 15 percet kell várni, hogy feljuthassunk, hiszen rengeteg turista szokott ide jönni, így több komp is szokott járni. Most, így január elején, 3 komp jár a sziget és a szárazföld között, így nagyjából egy olyan 25-30 perc volt az az idő, amit várnunk kellett. Ugye Texas déli részén vagyunk, a mexikói öböl partján, és hihetetlen nyugodt itt az élet, csend van, az emberek jól érzik magukat, nyugodtak, nem sietnek sehova, igazi kis szigeti életük van, ahogy ők itt hívják. Lakosok közül sokan ugye golfkocsival szaladgálnak itt a szigeten, hiszen minek is használnák az autójukat, rövid távokat tesznek meg ugye csak. És rettentő csend van, tehát nem hallani egyfolytában a szirénát. És ugye, mint ahogy azt a tavalyi videómban is mondtam, hogyha valaki ide jön nyaralni, vagy esetleg ide költözik, akkor általában vesz vagy bérel egy golfkocsit, és azzal szaladgál úgymond a szigeten, hiszen rövid távokat tesznek meg. Most pedig bemegyünk az ajándékboltba, és megvesszük az éves parkolójegyünket a beachre, ugyanis fizetni kell a beachen való parkolásért,
egy évre kell megvenni a parkolójegyet, ami egy matrica, és fel kell ragasztani a szélvédőnkre. Csak úgy, mint tavaly, az éves parkoló bérlet 12 dollárba kerül, és ez egy teljes évre szól. Mi többször szoktunk évente lejönni, úgyhogy nekünk ez abszolút teljesen megéri, hogy kifizessük. Nagyon kellemes idő van, 20 fokot mutat az időjárás jelentés a telefonon. Felhúztam a nadrágomnak a szárát, úgyhogy most belemegyek ilyen bokáig a vízbe, megnézem, hogy vajon a Gulf of Mexico, vagyis a mexikói öböl milyen hőmérsékletű nagyjából így január elején. Nagyon sok a medúza és a tengeri fű a parton. Véges végig. Hát nem tudom, hogy belemerjek-e menni, megmondom őszintén, mert rengeteg medúzát kisodort most a víz a partra, és nem nagyon szeretném, ha megcsipnének. Nézzétek! Hát, elég hideg a víz, most, hogy így a lábamat érte. Ebbe biztos, hogy nem fürdenék most. Attól függetlenül, hogy a vízbe ugye nem tudunk belemenni, maga az illat, meg ugye a víznek a hangja, a morajlása nagyon megnyugtató tud lenni, igazi felfrissülés, mondhatni így évelején. Most, hogy egy kicsit sétáltunk és meditáltunk itt Port Aransasen, gyertek át velünk a nagyjából fél órányira lévő Corpus Christire. Mivel most nem fúj a szél, nincsenek homokdűnék az úton, így megpróbálunk itt a part mellett elmenni Corpus Christi kocsival. Tavaly nyáron nem tudtunk, ugyanis olyan erős szél volt minden alkalommal, amikor erre jöttünk, hogy majdnem, hogy elakadtunk az úton a kocsival, úgyhogy nem sikerült eljutnunk. Most megpróbálkozunk vele. Port Aransasnek még egy érdekessége egyébként, hogy nagyon sok teknős van itt a környéken, és tavasszal lehet jönni önkénteskedni, vigyázni a tojásokra, addig, amíg ki nem kelnek, majd utána, ugye, amint kikeltek, lehet segíteni a pici teknősöknek eljutni a vízhez.
Meg is érkeztünk Corpus Christi belvárosához. Maga a belváros itt van a kikötőnek a partján. Először most megnézzük a Selina emlékművet, majd utána pedig a USS Lexingtont. Itt vagyunk a Selina emlékműnél. Selina Quintanilla egy latin-amerikai énekesnő volt a 90-es évek elején. Hatalmas népszerűségnek örvendett itt az USA-ban. Olyannyira szerették, és szeretik még a mai napig is, hogy rendesen meg vannak érte őrülve az emberek, tehát a mai napig is vásárolják a pólókat, az autójukra kirakják a Selinás matricákat. Megmondom őszintén, hogy én Magyarországról nem nagyon emlékszem, hogy hozzánk az ő zenéje eljutott volna-e. A mai napig szokták egyébként a rádióba is a slágereit játszani. Őt 23 éves korában itt Corpus Christin ölték meg. A fanklubjának a vezetője, Yolanna Saldobar volt az, aki lelőtte őt. Készült róla egyébként egy film, amelyben Jennifer Lopez játszotta őt, valamint néhány évvel ezelőtt a Netflix is készített egy sorozatot az életéről. Ha mennyiben nem ismeritek őt, mindenféleképpen nézzétek meg akár a YouTube-on a dalait, vagy pedig Google-on olvassatok utána, mert valóban egy nagyon tehetséges énekesnő volt. Corpus Christin található a USS Lexington II. Világháborús hajó, amely ma már múzeumként üzemel. Fejenként 20 dollárért lehet egyébként a múzeumba bemenni. Mint említettem, a hajó a II. Világháborúban szolgált anyahajóként, amelyről a repülőgépek szálltak fel, ma pedig már múzeumként üzemel. Fejenként 20 dollárért, ennyibe kerül a felnőtt jegy, be lehet menni a múzeumba, és meg lehet nézni belülről.
Írjátok meg alulra a komment részbe bármilyen észrevételeteket, véleményeteket, kérdéseiteket, mert nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Bármilyen videó téma ötletetek van, azt is írjátok meg. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel a csatornára is, ha még nem tettétek meg, és a kis csengőt se felejtsétek el megnyomni, így nem maradtok le majd a következő videóról sem. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!